teraszok holnap reggeltől kinyithatnak. Ma reggel a Kossuth Rádióban jelentette be a miniszterelnök, hogy szombattól az éttermek, cukrászdák, bisztrók teraszai, kerthelyiségei fogadhatnak vendégeket. Megvan a 3,5 millió beoltott, így lehetségessé vált a nyitás. A miniszterelnök elmondta, a nyitást nem az egészségügyi világszervezet a WHO véleményétől teszik függővé, hanem saját ütemezés szerint haladnak. Orbán Viktor beszélt a nyitás következő lépéséről is. 4 millió beoltottnál, és ez szerintem olyan szerda csütörtök a jövő héten, megnyitjuk a szolgáltatások széles körét azok előtt, akik rendelkeznek védettségi igazolványon. Látogathatók lesznek védettségi igazolványon a színházak, tánc és zeneművészeti események, a cirkusz, a mozik, az edző és fitnesstermek, az uszodák, a közfürdők, a jégpályák, az állatkertek, a vadasparkok, a kalandparkok, a vidámparkok, játszóházak, múzeumok, könyvtárak és a sportesemények. Ezeken kívül pedig kinyithatnak majd a szállodák és az éttermek belső helyiségei is, de csak azok mehetnek, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, tette hozzá a miniszterelnök. Az oltással jól halad Magyarország, és még jobban felgyorsulhat az elkövetkező napokban a folyamat, vagyis aki regisztrál, hamarosan meg is kapja valamely vakcinát. Nagy mennyiségben érkeznek vakcinák a következő 2-3 hétben, meg tudjuk duplázni néhány hét alatt az eddig beoltottak számát. Az azt jelenti, dátumot nem merek mondani, de valamikor május közepén előállhat az a helyzet, szerintem elő is áll majd, hogy a regisztráltak száma és a beoltottak száma elmetszi egymást. Tehát mindenkit beoltottunk, aki regisztrált. Bővítik a beoltottak körét, erről is beszélt Orbán Viktor. Lehetségessé válhat, hogy a 16 és 18 év közötti fiatalokat is beoltsák, ők Pfizer vakcinát kapnak majd.